Na jó, akkor második kör, és most reméljük ezzel a beállításokkal már fog menni a játék. Igen, egy kis OBS konfigurálás után újra itt vagyunk, és... Sziasztok, hallottad Balázs, bazd meg! Na. Igen, itt egy idegbeteg is, de erről nem tudtunk tenni. Na, most jó. Igen, igen, te kezdted már megint szokás szerintem. Na. Kassza, akkor működött. Kezdjünk egy szokásos név user, és mediumon megyünk. És vannak ilyen átvezető kis, hogy direkt ezt most benne hagyom, mert szerintem tapanjuk. Látod a szellemeket, vagy mi? Igen, Balázs, itt van a harmadik szeme. Aha. Ő a médium. Igen, az. Itt próbálják itt elmagyarázni itt a játék történetét. A Recoil, ha valaki nem tudná, egy Electronic Arts játék, igen, Electronic Arts. Játék 1999-ből. Véleményem szerint az egyik legjobb tankos játék. Minden betöltés előtt. Na és akkor mi vagyunk ezzel a tankkal. Van ez a kamion, ami megy. Nem érdemes szétlőni, mert szét fogják majd lőni. Mások. Akkor vegyük fel az első dolgot. Ki fogja szétlőni? Ott a izé, ott van két tankocska, és azok széjjel fogják lőni. Döbörögjön az a cél, így van Morgan, vagy a Francie, vagy nem tudom, most itt igen, döbörögjön, igen. A játék egyik hibája, szerintem nagyon elég nagy, hogy beállítani középre újra, az nem mindig van egyszerű. Hát középre állítani a kijelzőt. Tehát mindig manuálisan kell csinálni. És igen, vannak így elrejtve nagyon jó kis dolgok, itt például felvesszük a sokkal gyorsabb tüzeléshez használt cuccot. És már itt lehet látni, tehát hogy itt ennyi volt a kamionnak, cső viszontlátás. Mindig van egy elsődleges, meg egy másodlagos tüzelési technika, és lehet driftelni is. Van ez, amit nem mindig sikerül felvenni. Tehát ez kell azért egy jó kis skill. És igen, ott látszott, hogy ketten kiugrottak a tankból. Tiszta vicces. Nézzük meg, hogy hova dobta. Ide. És itt is van egy piros élet, amit régen még mindig piros életnek mondom. Tehát ez egy ilyen plusz shield lenne. Ilyeneket nagyon jó felvenni, főleg a harmadik pályától kezdve. Az első pályán még annyira nem vészes, pláne hogyha van egy kis gyakorlatod is benne. Itt is van egy rejtett rész. Ahogy Minecraft van kírva mindig a izére. Akkor azt valaki írja már át. Átírom. Köszi. Nem baj. Attól függetlenül azért látszik, hogy ez nem igazán Minecraft dolog. És a következő, mondjuk úgy másfél óra hosszában megpróbálunk addig eljutni, ameddig lehet, mert utána egy másik téma lejön. És igen, imádom ezeket, amikor itt belekerül, itt így véletlenszerűen megjelennek az ellenfelek. És az első feladat, tehát ezt itt, ezt a lézeres kaput kell deaktiválni. Ennyi volt. És... ha megvolt és megnyitod az út, akkor... ki is írja, hogy mi a szitu. Valamint van egy kék élet, nem tudom mennyire lehetett látni. Tehát van, amikor lőszert ad, van, amikor kék életet. A kék élet az annyiban másabb, hogy bizony százalékot tölt vissza. Maximum 25-öt. Ez meg talán nem kellett volna.
leesni. De annyiban mondjuk jó volt, hogy így legalább tudom mutatni, hogy jönnek ilyen csomóba érkeznek ilyen jóságuk is azért, amiket azért érdemes lehet ne felvenni, hanem olyan szöbbe estek volna le, amit lehetetlenné teszi. Szóval, hát ez a játékról meg tényleg azt tudom mondani, hogy talán a Battle City utána ez egyik legjobb tankos játék, hiába régi. Na nézzük. A Battle City után? Jó van. A Battle City után, igen. Jó van. A Battle City az... Hát ez egy legenda. Tehát... Igen, főleg a tank 1990. Igen, vagy... Jó, és akkor... És nem tudom, most akkor ugye be kéne szúrni egy mémet a Panzer Detection-ről, hogy emel jött Joke to You, vagy valami ilyesmi, tehát, vagy bazd meg. Például. Ilyen modern játékokkal menjél már. Szerintem mennyi te? Menjél már az ilyen gagyi modern játékaiddal. Milyen modern? Várjál, nem mondom neked mindjárt, hogy hányas ez a játék, annyira nem modern, nem ez. 2007, hát ez is hát már akkor végig, az meg. Az, ez meg 1999-es, szóval ennyi. Na. A StarCraftban is volt a tankok, az meg 98-as, na én nyertem. Ennyi erővel. De a StarCraft az nem feltétlenül a tankozás miatt marad meg az emberekben. Hát ugye a Siege tank az elég menő volt. Át tudott változni ilyen tüzérségi izé. Heavy tüzérségi. És... Három piros élet a maximum, ezt most ki is maxoljuk. Szép az erőket. És szép tud aludni az erőket szépen, például. Na, mindegy. Na. Igen, és akkor itt jön az első dolog. Na, itt az a nagy tank ellen már használjuk a bombát. Tehát ez a... Jó, sikerült is. Szóval, hogy néz ki, mint hogy valami száraz barkát egy ilyen földlabdába oda lőnél neki, oda csúszliznál. Ja, valami olyasmi a nézete, persze. És akkor itt a kaput ki kell nyitni. Egyik tartója, a másik tartója. És már hallhatjuk is közben, hogy már bejelentik, hogy egy enemy érkezett. Elég lassan jönnek rá, hogy támadások állnak. És nagyon-nagyon fontos, hogy először ezekkel kell kezdeni, tehát ezekkel a lövés... a rakétakilövő részekkel kell kezdeni mindenképpen. Mert ha nem, akkor meglepetésszerű ízét kaphatsz. Igen, hogy belé lőnek egy sorozatot, és te nem tudod, hogy honnan lőnek, mert ebből sok van. Jaj, Battle Strike. Jaj, nem. Nem tudod, hogy honnan lőnek. Nem tudod, mert olyan hirtelen lőnek, nem tudod, hogy honnan. Hoppá, beérkezett két paciens, akiket kezelni kell. Ó, itt megvan a harmadik is. Jó, van bombás. Nagyon jó, ennyi volt. És azt hiszem ez az utolsó. Talán ez az utolsó állás, amit... És van a harmadik életszint, aminél instant 100-ra tölt vissza. Ez egyik legjobb. Mindenki szereti, hogyha maxra visszatöltődik az élet. Igen, itt nagyon... Szuper, és innentől ezeket az áramforrásokat is ki kell természetesen lőni. Igen, és már látjátok, hogy nincs lövészség. Állás... Igen. Azon gondolkodom csak, hogy akkor most mi szurkoljunk a számítógépnek. Nyugodtan. Belőlem aztán lehet, ez... Sajnos 99 életem van, bazd meg, hát én persze... Nyugodtan lehet... Ez ilyen Revenge a time? Igen, ja. Lehet, mert ezt a játékban azért be vagyok gyakorolva, úgyhogy...
technikai hiba sem volt véletlen, szóval Isten nem tudtad tartani ember, egy napi után. Na és akkor... Tehát Balázs, nézd meg, hogy a falon keresztül át tudsz menni, vagy ki lehet-e ugratni a pályából. Próbáltam amúgy. Egyetlen egyszer sikerült is amúgy. Az szép. Tehát ki lehet... Na. Jó. Morgan velünk van, azt nézem. Remélem 1 millió tank jön rád egyszerre. No, 1 millió tank, a maximum a harmadik pályán van, ahol nagyon-nagyon sok van. Többi, tehát az első kettőnél annyira nincs sok. Másodikban inkább csak a rafinált helyen vannak. És van itt idő, igen, tehát itt idő van, szó szerint. Valaki aztán lövöldözik nagyon nagy buzgósággal, az a... Ilyen Operation Moon 3D-hez, úgy nézem. Igen. Hát azért, csak azért mondjuk ez 10-szer élvezhetőbb. Hmm. Tehát én is szorra példálózik. Hol vagy? Igen, most lehetnék szállni a Bingo-nál, hogy David Szarjátékkal például zikorra utal. What a surprise! Igen, hát én is azt mondám, hogy... És ja, és itt van még egy nagy tank, és ez adja a következő variációt, ugyanis itt van napalmot felvettük. Itt van napalm is. Jó. Ez ki mindig ilyen nagy zöld dildó, vagy nem tudom, ilyen kovászos uborka rászorul, vagy botra. Esélyes, hogy úgy néz ki, ja. Fúj. Na. És itt is vannak ilyen logikai dolgok. Szóval Morgan, hogy ezért félette kevesebb, mindjárt game over. Na jó is lenne. Igen, már csak 39 egységnyi életet kéne elveszítened, hogy izgalmas legyen a játék. Nem. Tudod miért? Mert már csak... Nagyon keveset. Ó, már csak ötöt, már csak ötöt. Jaj, ne, ott a kék szar, ne. Aztánzba. Ez elég szomorú. Akár szomorú, akár nem, ez van. Ja, és ott, a, ott az aknavetős. Na, ezt nagyon kell ütni, amennyire csak lehet, mert ez sokszor probléma. Na, és itt is, itt is itt van egy kék. Nagyon. De, ahogy mondtam előtte, hiába, tehát hogy Morgan, nektek is mondom, hogy piros életből van még 3, tehát ki vagyok maxolva. Csalasz. Ez csalásra könnyű. Ez nem csalás, ez pick-up. Na. Te csalás. Na. Kilőjük ezt az energiamezőt is. És már csak egyetlen helyről érkezik. Onnan, de... Mentem az utolsó, így van. Már úgy látom, hogy nincs senki. Valahol még van egy... napom. És akkor most, most fogtok nagyon örülni. Ezért. Ó, hát így végigcsinálj az egész játékot egy fél óra alatt. Hát azért fél óra alatt nem, mert az utolsó két pálya, bár az utolsó bonyolult, tehát ott nagyon-nagyon könnyen el lehet tévedni az utolsónál. Addig nem tudok eljutni, abból biztos vagyok. 3 pályás a játék. Dehogy! 7 pályás a játék, de az utolsó pályán igazából több részből tevődik össze az utolsó pálya. Most ezt nyírjuk ki, ez a központi torony, és teljesítettük is ezt a részt. Tudom, egy hosszú játék, hogy csak 7 pályája van. 7 pálya, de az utolsó pálya miatt hosszú, mert ez több részből áll. Na Ádám, ezt azért nem mond, mert emlékszel még 4 évvel ezelőttről a egyik játék címre, amit bemutattam, a Black nevezetű játékra. Aha. Ott is mennyi pálya van? 9 vagy 10?
és a küldetések egyenként minimum egy órások. Ja. Na já. Ezek is. Viszont ellenben kurva jó játék. Hát ez is ilyen, hogy... Tehát úgy hangzik, mintha kevés lenne, de nem az. Nagyon-nagyon nem az. Taposó aknákon igazából vissza lehetne menni az aknákat felvenni. Az az én prémiumos küldetés? Fel lehet amúgy venni az aknadobálót, tudod mit? Már csak azért felveszem neked. Dávid örüljön. Igen, Dávid öröméért egy kicsit visszamenni. Hála Istennek vissza lehet amúgy könnyen menni. Tehát oda-vissza. Lehet így menni. Tehát nincs, ahogy le van zárva. Na most szerintem Orion a PSS játékról, ugye ez a nekről kérdezi, hogy nem csak 8 pálya van ott, köszönöm. Igen, és valószínűleg, ha jól tudom, itt van ez a... Igen, ott tettünk bombát. Azt mondja, hogy Junior 8 pályára emlékszik, gondolom, hogy nekre utal kérdés. Nem tűzök, szerintem akkor 10. Tehát az... Annyit elárok, tehát az utolsó pálya az igazából úgy néz ki, hogy egy pályán indulsz, de teleportálni kell 3 különböző részen. Tehát az nagyon hosszú. És nagyon-nagyon könnyen lehet úgymond egyrészt eltévedni is. Szóval akkor nehezebb, mint az Operation Moon. Ez akkor érdekes az, hogy ilyen két órás utolsó misszió. Ja. Nagy finálé. Igen, tehát a fináléra nagyon-nagyon arra tették magukat. Mondjuk, ha nagyon jó a játék, akkor szerintem teljesen jó az a két órás finálé. Jó. Főleg, hogyha... Azt is felvesszük. Egy-két jó nagy csavar a történetbe. Van olyan játék, ennek jól lehet, hogy hosszú az endingje. Meg egyúttal felvesszük az összes pick-upot, ami létezik. Mindjárt eszembe jut, hogy melyiknek volt egész jó az, hogy sokáig tartott a végjátéka. Film jut eszembe, mondjuk az Avengers-nek az utolsó, a végjáték az elég jó, hogy hosszú lett. Igen, ah, biztos. De mondjuk nem játékot akartam mondani, mindjárt szerintem. Mass Effect 3 is egy elnyújtott épi dolgos végül is, de annak is viszont nagyon jól áll. Mert eléggé szépen lezár minden szálat. Jó, akkor szerintem felvettük. Igaz, hogy nem találtam meg, hogy hol van az főaktivátoron, de az a lényeg, hogy mutatja a 4-es számnál. Hiába üres, de van nálunk már 4 darab ilyen aknaszerűség, amit én nem szoktam használni, elmondom nektek azért, mert lassú, meg körülményes, egyetlen egy küldetésnél érdemes használni, összes többinél nem. Balázsért azt mondtad, hogy felszed az összes pick-upot, miért, hogy tankként erre autókat tudtad? Hogy mit? Bazd meg, milyen! Ó, van már! Rendszer gazdagént legalább. Hogyne. Morgan, neked meg gratulálok. Na. Miért? Aj, zéhez a... Chaserrel? Creed. A Creed-et csinálta meg. Na, akkor... Chasernek a végét látnád, akkor azon se akarna többet játszani. Ó, azt ismeri. Akkor Morgan, jöhet az Operation Matriarchy. Na és akkor itt jön az, hogyha valaki mondjuk, mit tudom én, nem rutinos a játékban, na ez a részen könnyen úgymond kinyugvathat. Ugyanis itt először úgy kell menni, hogy itt mögé menni, mert ott egy lakétóállomás. Ráadásul vannak ilyen helikopáter hangok is, azok nem véletlenek, ugyanis azok is lőnek fentről. Tehát én amikor legelőször vittem végig a játékot, akkor itt nagyon sokszor meg tudtam pusztulni. Jaj, sajnos most nem elégszer. Hát most már nem. Tehát most már van benne egy... Igen, itt vannak sokan, tehát itt nagyon sok a tank, és igen, változatosak is. Igen, te is lősz, jó van, ügyes vagy. Na, és akkor az a feladat itten, hogy ezeket az aktiválókat, amik kilövik a rakettákat, ezeket kell elpusztítgatni. Ennyi.
10 másodperc van, tehát amint ide feljön. És akkor már kettő megvan. És mindig az alján vannak ilyen szépségek. Ne vidd végig az FBI-t, inkább Republic Commandozzál. Na és akkor felvettem a izét. Na itt van a rakéta. Vagyis a rakéta. Rosszul mondtam, bocsánat. Itt van a aknavető. Az FBI hostage-ot, ha Morgan végig viszont a 8. pályánál, hát akkor tényleg... Nem, meg... figyelj! Ajánlott normális FPS is, mert minden ilyen izé, tehát játssz a Republic Commandóval, na. Inkább, hát az FBI hostage-ban több a kihívás. Hát ez cáfolnám, elég nehéz az a játék is, hardom sok. Hát, de azért az kihívás, hogy ott viszont nincsenek random ellenfelek. Nem, de na, tudod mit, bazd meg, jó? Tehát, hogy... Na. Megint. Morgan, hogyha szeretnél valami az ismeretlenségbe elmerülni, akkor mondjuk próbáld meg a Devastation nevű FPS-t. Az nekem meg az nem ismerős, bazd meg. Na, akkor... Még jönnek ketten. Jó, egy. Kettő. Van egy, hogy Devastation 2, az meg valami ízi, űrhajós játék, jó volt. Tehát látjátok, hogy igazából ez a rész, talán ez az, ami már nehézkes. És ott van az a... Na ez lövöldözik időnként, az a helikopáter. Ja, és közben itt van a harmadik rakétaállás is. Jaj, azt, hogy független játék az így adtok itt, tehát, hogy így jó volt, és így egyébként egy kicsit. A recoil az nem indie játék, hanem az hol indie játék, igen. Hát mi is ezt írta, az meg a passára. Meg sportjáték. Igen. Milyen teget adott hozzá? Akció, sportja, magyar az ön, mondjuk az aljáték, ahol mit szkedem. Igen, annyit eltalált akkor. És az utolsó feladat az az, hogy ott van a... Látjátok a... nyitán akartam kimondani, a repülő... a helikopternek a leszálló pályára kell lejutni. De... látjátok, hogy azért ez koráncsomóan egyszerű. És az a kérdés, hogy valami orosz csoda ez a Devastation, az a következő kérdés. Az egyik készítője, az Arush Entertainment, az amerikai, de megnézem a Digital Studios-t, hogy ők... Na és itt a legjobb fegyver, ugyanakkor, na itt a legjobb, ez, ami... Jézus, hogy néz ki. Aminek az a neve, hogy na itt az atom. Ez a legjobb igazából, csak itt nagyon-nagyon menekülni kell, hogyha valaki beveti, mert... Nagy alsózara. Ha az orosz az egyik, akkor másik, az amerikai az egyik, a másik nem lesz orosz, azok nem működnek együtt soha. És a rakéta, hogy gyorsan csinálok egy gyors öngyilkosságot, mert vissza akarom tölteni az életemet. Éjjjné, nagyon jó. Vissza is töltöttem, megvan piros energia, piros élet. Úgyhogy... Már csak ezt a hármat kellene gyorsan így eltüntetni, és akkor készen is vagyunk. Így. Te miért nem tűntél el? Mondom én. És igazából ennyi. Megérkezett a helikopter, és meg az első pálya. Ha nem akarsz minden vacakért visszavenni, tehát úgy, mint mondjuk én, akkor ezt a pályát lehet teljesíteni 7 perc alatt. Nekem annyi volt a rekordom. Nice. De ez tényleg, ez egy borzasztó jó játék, tehát ez... Tényleg, hogyha csak nem nézik a tankot. Ami egy óriási legenda. Akkor... ez mindenképp ott van. És ennyi volt, innentől visz minket a helikopter a következő pályára. Természetesen mindig van egy átvezető, tehát itt is lesz majd. Jó,
Hát, kevés a izé amúgy a... Tehát így pályák között van csak valamennyi átvezető. Máshol igazából nincs. És ez a Dust and Metal. Itt van benne a játékban, sajnos egyetlen bug van a játékban, ami komoly. Az pedig itt van ezen a második pályán. Tehát ennél nagyon kell figyelni, mert az ember, hogyha ne... Tehát nem minden mit lő ki. Na és látjátok, hogy jön a rakétavető állomás. Na ezért kellett kilőni az előző pályán ezeket. Tehát ezért kellett ezzel kezdeni, mert a rakettát lő ki. A rakéta sonkát, na. Rakettas. Igen, gyorsan itt is felveszük, meg itt azt hiszem a hátunk mögött is még van egy. Ja, itt az a, ez az aknadobáló. Ezért is ki kell lőni már csak azért, mert hogyha hátulra érkezik, akkor az ez elég kellemetlen. Még egy tank. Nem is szól előtte. Igen, még nem jelenti be, mert még inkább. Igen, ez az, amikor nagyon-nagyon sokan vannak. Jó, az első piros élet valószínűleg itt fog lekerülni. Igen. Hát igen, erre most így rá keféltél, hogy szépen fogalmazzak. Nem baj. Nem baj, mert nagyjából ott... És ezeket is szét kell lőni, de figyelni kell, mert valamelyik zsábomacska. Tehát van olyan az egyik, ami konkrétan egy ellenfelet fog kiadni. Hát igen. Második pályánál amúgy viszonylag könnyen lehet elveszteni elég sok piros életet, de hál' Istennek így is van. Tehát el vannak szórva. De azokkal kell nagyon figyelni. Azokkal, amik ott vannak. Hoppá is. Igen, mert az rakétát lő. Na mennyit adott? Kettőt. Itt egy százas élet, ez most nagyon kellett. Egy százas papírzsapi. Igen. Nagyon jó. És itt... Kezdjünk ezzel, hogy ezt leszedjük. Nagyon helyes. Azzal most nem foglalkozunk, majd később. Attól fontosabb, hogy elkezdjük azokat ott a távolban leszedni, mert négyen vannak, és ott van még egy ötödik is, ami éppen hogy látható. Igen, tehát első körben ezeket kell kezdeni, és azt hiszem, hogy kaptam egy szeretett csomagot itt valahonnan, és szerintem onnan. Hála Istennek, ez a rakéta elég intelligens, szóval el tudja kapni a... Nézzétek meg. El tudja kapni. Vagy megy vele együtt, természetesen ilyen is van. Nem baj. Mert szereztünk megint egyet. Jó. Az a kettőt, gyorsan elintézzük azt a kettőt. És gyorsan ott az a kék élet, amit szerintem most nagyon fel kell vennünk. Bizonyám. És itt van még egy, ott van. Gyere ide. Amúgy a M-mel van térkép, és itt a piros pontyokkal mutogatja is amúgy, hogy hol vannak az ellenfelek. Az én punciknak való. És tényleg mindig, ahogy mondtam, mindig a rakéta állással kell kezdeni. Mert ez nagyon kellemetlen. Ellenfél. Hát akkor lőd ki. Ja. Szerintem az, igen, az zsákutca volt, ez viszont nem. Nagyszerű. Valamelyik dobálózik. Mi van itten? Aha. Ja, itt van ez. Jó van. Foglalkozom már veled is. Helyes.
helyes. Foglalkozom már veled is, jó. Igen, helikopter, itt van fejem felett, itt repked. De nem vele... Én fölöttem. Fejem fölött, az megint én is azt hallottam. Te is azt hallottad, Istenem. Hát igen, hát nem ugye, valami... Ugye azt kapod, amit adtál, ki szokott félre hallani ugye általában, és miért? Te. Ja, persze, én vagyok fejen is, nem... Mert igen. Így vagy, te. Így van. És itt szépen így a sunyiból itt... Lesz... Megyek kocsmázni, akkor én vagyok fejem, akkor nekem van egy csomó pénze, és mehetek kocsmázni. Hát akkor menjél. Na. Akkor jó nekem country manager, kimegyek kocsmázni. Na jó lenne. És kinyitjuk a... kaput. Ez is kinyílt. Láda nyitogatás. Se kapu kinyílt. Kapsz egy gében tokát. Tényleg van, ez elég szarad a stream, mikor lesz már cség online a nyitás? Majd amint Dávidnál lesz Fortnite. Na. Hát mondjuk az már egyébként meg ideje már, hogy jó lenne, hogyha lenne, mert hogy várja mindenki a Dávid Fortnite streamjét. Jó, az el is tűnt. Most ott van még bent is még egy. Wow, és már fedezébe vonult. Hát mondjuk én azzal a szarral utoljára akkor játszottam, amikor a Dragon Rider mutatta azt az építős üzét. Tomot, úgyhogy hát... Mit szeretné? Igen, na ezt mondom, hogy valamelyik már megint megtalált engem. Dávid, nem hallottam egy mukkosra, hogy beszéltél. Hát utoljára akkor játszottam a Fortnite-ot, amikor bemutattad azt az építkezős játékmódot. Ja. Van egy ilyen kreatív módja, az nem rossz. Meg ugye ott ilyen akadálypályákat csinálnak, mint tudom én, az mi mindig azt hiszem, hogy ingyen használható az is. Ez egy tök jó ötlet. Na, alapvetően a Battle Royale játékok, én nem vagyok oda, de hát ezt én is lehet mondtam már én is párszor. A Ring of Elysiumot szerettük, aztán egyrészt kiderült, hogy botok ellen nyertünk többször. Másrészt meg, hogy amúgy elbaszták, tehát a olyan játék lett belőle, ami annyira nem jó. Jó, tudom. Nagyon... Csincse játszanak vele elegen, tehát mindig. Jó, nagyon lecsökkent az energia, nem baj. Gyorsan akkor vegyük fel. Látom, hogy dobált is lefele. A raketta az mindig jól jön. Rocket League. Nagyon jó. Oké, na tehát... Most jön az, hogy be kell mennünk a bázisra. És miért nem a hivatalba? Hát mert a hivatalba is kéne most már a Jenőhöz menni, de... Az igen, és látom, hogy leszették a hidat. Hát pedig ez nem illendő dolog volt, hogy hidat leszedni. Elbontották a hidat? Igen, elég rendesen elbontotta. És vitték valahova? Nem. Tehát ilyen mély telepre, ilyesmi. Ott van még egy kék élet, nagyon jó, nagyon jó. Na úgy látom, hogy most így igazából beállt egy ilyen... Ja, hogy te itt vagy? Jó, megvan már. Akkor tudod mit? Rakétával válaszolom, tudod mit? Na, kibírta tovább. Ennyi. Telepítsd a Windows Defender-t a tankodra. Jó. Azért az úgy elég durva lenne, hogyha sikerülne. És itt megint trafkósan kell menni, mert ott a következő állás. Trafkósan? És? Igen, tudom, hogy az Anorano az lement, de nem baj. Mert... Igen, látom, hogy a pajzsom lement, de nem baj. Hogy mit? A pajzsom lement! Egyék hideg, mit kérsz? Night shirt. Te nem ihat shirt heted, túri. Én a Balázs miatt innik már egész rekeszt itt mazd. Na úgyhogy ez megvan. És akkor most itt ügyesen kell viselkedni, mert figyeljétek meg,
amint itt kinyitom, abban a pillanatban jönni fog az ellenfél. És ott mondom én. Igen, és most látszott, hogy a... az egyik pajzsot lelőtték rólam. Nem, vagy még így is van. Igen. Igen, ezt akartam mondani, hogy ráadásul ketten vannak, és mind a kettő ilyen nagy rakétás. Igen. Semmi gond ezzel. Na, azt hiszem, hogy itt van, mondom én, itt van az egyik piros élet. Itt semmi nincs. No problém. És itt most az a helyzet, hogy az ellopott technológiát kell visszaszereznünk. Balázs, rúzd ki ezt. No. Na. És akkor itt az aktiváló rész. Igen. Itt a titkos, és akkor modul access. Helyes. És meg is kapjuk a technológiát. Előbb azt a droidot azt kinyírom. Jó. És teljesítettük ezt is. Igen, itt kettő van. Tudtam. Igen, még az utolsó pillanatban fel tudtam venni, azért a plusz 31-et. És... és... itt kell nagyon figyelni, mert... három van, az egyikben piros élet van. Abba. Az egyikben egy ellenfél van. És azt hiszem az utolsóban valami pick-up van. Még pedig egy 100-as élet. Ford pick-up. Jó. Inkább viszont ezt... inkább ezt viszont meghagyjuk inkább. Ford Transit. Ellenfelet, és akkor nézzük. A következő... pálya szélére kell menni. Wow. Jó van. Drifteljünk egy sort, igen. Miért driftelsz egy tankkal? Ez nem a Top Gear. És nem is Oroszország. És szerintem nagyon szomorúak vagytok, igen, mert mindenből tele vagyok. Eléggé. De Gyrosszal nem vagy tele. Mondjuk ez az. Nem, igen. Lemondtam a Gyrosszról is. Balázs itt Morgan kérdezte, hogy a New Testament végigjátszás lesz, és hogy igen, mikor. Micsoda? Szépen, jó, az egy ilyen elég szar izé, bibliai játék, nem jut össze. Miért akarod? Miért akarod? Azt hiszem az így ilyen izé elég fos egy ilyen bibliai játék, ami mindegy. Igazából az a játékkal azért nincs értelme egyszerűen játszani, mert nincs értelme. Igen, igen, de ez is indoklás. Na. Hát de ez egy normális indok. No igen, látszik, hogy 10-ben edzett tanker vagyok. Annyit tüzelnek rám. Mi a lófasz, vagy te teherhajó, vagy mi? Teherhajó az... igen. Tankerhajó. Igen, és itt látjátok, hogy azért vannak egy páron. Egy menekül mondjuk inkább, mint hogy nekem támadna. Uaj, és jövünk bolizni. A diarrhea azon az oldalon, de rossz. Hát eléggé. Kirobbant. Kirobbanó élmény. Billy nősz egész nap, hogy össze ne fosd a székedet. Butter, a vécét! Röcsit! Röcsi, ügyes kisfiú vagy te. Bathan! Bathroom! Bathroom!
Igen, ezt leszettem. Melyik az, amelyik itt... itt órálkodik mögöttem? Itt vagy, te... te szemét! Nem baj. Ott egy Júri ember settenkedik mögötte. Mi Júri ember? Júri ember? Hát a Júri ember. Júri ember! Köbben azt a kettőt szépen ottan leszedjük, mert azok ilyen tűzövők. Firebreaders van. Már nincs. És most már leszedem ezt a redbát, mert már meguntam, hogy itt. De amúgy Balázs, tudod, hogy mennyire mérges vagyok abból a rengeteg kenyérből hány zsömle készülhetett volna már? Hmm. Ez zsömlekáromlás. Zsömlekáromlás? Aha. Hmm. A zsömle az életét adta értünk, és így hálálják meg az emberek. Hogy lehet ez? Ő azért sült meg, hogy mi megehessük. Igen. Ez lesz ebben a kenyér, csak egy nagy dagadt tészta. Nézzétek, milyen jó kis meglepetés! Buflág, geci azért. Ott volt egy piros élet, jej de jó. Itt meg egy... Itt nem volt semmi, kár. Na! De azért szépen, nagyon magabiztosan itt haladunk. Közben itt a... ellenfeleket is likvidáljuk, és most át kell váltanom erre a sima tüzelésre, erre a kékre, amit nem szeretek, mert lassú. Vegyes tüzelésű. Igen, hát ilyen vegyes tüzelés, mert van ez a piros tüzelés, meg a kék tüzelés, és hát ezek között, és akkor most megyünk a vízre. Szóval akkor te ilyen mozgó kályhát irányítasz tulajdonképpen a játékban, vegyes tüzelésű, vagy kazán pontosabban, is kályha. Na és itt kell nagyon figyelni. És akkor itt rakétára váltunk, mert... Rakéta? Ezek a... cemetek, az, ezek rakétával jönnek. Ezek a cementek. Oké, okay, az egyik el is indult felém. Hála Istennek nem talált el. Hát és itt vannak ezek a vízi aknák, ezeket gyorsan még hatástalanítjuk. Pedig csak úszkálni akarnak. Hát jó kérdés, hogy miért akarnak. Te Balázs, vont itt gánsz, ha nem szeretné játszani, csak úgy eszembe jutott. Ne. Na még délelőtt folyamán, amikor nem. Mindennyian dolgozunk, te játszol azzal. Nem igazán érdekel. Vaj, de jó, és akkor ott van még egy, és ott van... Az igen, két akna találkozott. Mondjuk két fő időt hajtól ezzel játszhat, akkor senki nem jön rá, csak te. Nem baj, akkor is játszik az ember. Ez akkor mi van? Na. Vissza lehet nézni. Aki akarja, aki nem, az nem. Na. Na és akkor most már ott vagyunk. Oaj, még kettő. Igen, ez az egyik. Neked is van egy. Úgy ne. Nagyon jó, mind a kettőt sikerült eliminálni. Gyerünk már. Azt ott fent. Nagyon helyes. Jó, ebbe is mért. És én is kaptam. Be vagy mérve. Igen, tehát ezek a bemérések így vannak. Sajnos valamiért a helikoptert most úgy döntött, hogy nem kapja el. Ami szerintem pofátlan, de mindegy. Na mindegy. Szóval... Nagyon-nagyon kezdünk elterelődni. Jó van. Ezek majd... Ja, ezt ott fent lehet felvenni, tehát az a bombának a molekuláris változata. Majd azt is majd felveszük azt a képességet.
Nem... És ugye majd meglátod magad a képességei birtokában. Igen, csak a képességei birtokában meglátom most magam. Na és akkor gyorsan lükverc. Ez a tűzölő már itt van. Szerintem nem jó felelőttem. Igen. Azt mondja, hogy ott van fent egy. Szerintem most már megkapta bőven. Oj, azt nem biztos, hogy meg kellett volna nyomni. Jó. Akkor. Ott van három. Tűzállás. Tűzindító. Hát ők nem a tűzindítók. Csak azért, de most már csak a harmadik marad. Azt is természetesen ki kell rakni. Én, meg vagyunk. Innentől az egyikben lesz megint egy ilyen, ilyen Kinder Surprise ellenfél. De először ezt felvesszük, tehát ez ugyanúgy néz ki, mint az egy másik bomba. Annyi, hogy kék, és az, hogy kicsit tuti barobbanása. Tehát ennyi a különbség őszintén. És akkor... Igen, természetesen jön. Tudtam én, hogy fogsz jönni. Mi jön a fosás? Az. Felvettük egy 100-as életet. Nagyon jó. Nyers meg nem papírzsepit. A nem mellett. Ez ugye elfogyott már igazából. Bartos akkor... megette. Bartos megette. Ő tudja, hogy megeszi. Meg hát. Jó, majd ezt jegyezzük meg, hogy itt van egy kék élet. Viszont... be kell... Mielőtt bemegyünk oda, előtte ki kell, le kell szedni ezt a rakéta embert. És hogy van valószínűleg? Van kék élet, sárga élet, meg vörös élet? Igen, a piros élet az mindig az a plusz. Aha, de lesz szerint, hogy a kék megamen, a vörös megamen, meg a sárga megamen. Igen, tehát a kék az maximum 25-öt tölt vissza, a sárga a 100-at. És igen, itt kell nagyon figyelni, mert... A piros meg levesz 100-at? Aha, persze, persze. Az kb. Az lenne a jó. Na, persze. Na, és itt két út van. Az egyik egy menekülő út, a másik pedig, amivel nekünk be kell menni. Ugye sita. Egy ilyen mag van, és ezt a magot kell hatástalanítani. És nagyon kell itt tényleg, hogy legalább legyen három piros életed, mert itt jön egy... Itt aztán van buli, és itt van a Laser Man. Jó, a buli többen beszartak. Igen, tehát nézzétek meg már. Igen, tehát itt nagyon-nagyon kell a piros élet. Mocskos élet. Még egy van itt. És az utolsó. Innentől pedig már csak a deaktiválás marad. De úgy látom, hogy itt a fejem felett is van egy. Még egy fejem felett? Na. Ennyi, akkor... Mondd azt, hogy a búrát felett, és akkor tudjuk, hogy miről beszél. Egyértelműsíted a dolgot. Nem fogok én, nem vagyok Wikipédia, hogy egyértelműsítő lapot. De igen. De... Na... Fénytelen vagy. Na és innentől kell, hogy meg... Power plant core unstable. Evacuate immediately. The power plant is gonna blow! Escape while you can! You're gonna wanna see this explosion from the outside! 10 seconds until meltdown. Mi? Miért ilyen hangos? Nem tudom. Mert lát... Nézzétek meg, hogy teljesen le van véve, csak a musicnak. Ja, tudom, hogy mi. Mi? Ugyanis vannak ilyen játékok, amelyek ezt szeretik eljátszani, hogy a játékban levett hangerőt az nem feltétlen számít mondjuk egy bejátszásnál, vagy ilyesmi, látszik, ja, hogy nálad igen. Így sem.
Mert Windowsba kell levenni a hangot, és akkor némít le ténylegesen minden. Na és figyeljétek, mert mi történik, miért kellett elhagyni a területet. A terület azt mondja, hogy boom, és amikor először játszottam, nem igazán vettem ezt észre. Egészség. És most nézzétek meg, hát igen, meg is történt a nagy boom. És akkor most már meg volt ez a komplét. Most pedig a bányászatot kell leállítanunk. Ne turkáljak ki az orrában. Igen, hogy ne turkáljanak, viszont mielőtt leállítom. Körbe kéne nézni. Mert tudtam, ma van még valahol piros élet, már pedig annak most kéne, hogy legyen. Addig egyúttal ezeket még levesszük, ezeket a két szerencsétlent. Úgy. Igen. Hogy van. Nagyon jó. Tehát itt igazából most azt, hogy végig kell nézni, mert tudom, hogy az egyikbe még van egy piros élet. Te meg nem menjél oda. Ebben csak lőszer volt. Ebbe semmi. Igen, ilyenkor végig kell nézni. Kérdés az, hogy melyikben van. Na. Az kevesebb, mint 70. Ez biztos. Na. Úgy látom, hogy a környéket sikerült így kitisztítanunk. Milyen ment a vonat? Nem mondjuk ki. Jaj. Elfelejtettem, hogy a Twitch-en vagyunk. Nem, egy piros élet nincs, viszont van egy 100-as. Az is jó. Sárga élet miért nincs? Sárga élet volt itt. És itt adjunk neki ezerre, mert dobálja az okna keresőzik. És annyira gyors, menjél már, nem igaz, már. Egyet belém fog. Miért nem? Nagyon nem akarta adni az igazat. No, és akkor itt a feladatunk az, hogy ezt és azt kiszedjük azt a rakétament. Mert az nagyon zavaró. Boom. Na valamely rakétás, mert megint itt is van. Megint nem zavar így bele a... Hogy mondjam, az eligazodás vagy az orientációdban, hogy így a térkép az itt van az arcodban? Nem, az amit meg lehet szokni. Igen, és akkor még ezt leszedjük itt a... Na hol van a rakétás? Ott van! Ó, rendesen adja az ívet. Nem baj. Nem baj. Mert tudom, hogy valahol még... De az a kérdés, hogy hol van. Hol van az utolsó, amelyik engem rakétázott? Nem tudom. Na de! Hát az a feladat, hogy itt vannak ezek bányászgépek, és ezeket kell hatástalanítani, amit úgy lehet, hogy ide jövünk át a mögé. És elkezdünk belőlni. Egy meg is van. Itt a második. Kettő. Igen. Itt
az alagútba feltétlenül szét kell nézni, mert az alagútban lesz még egy piros élet valahol. És a harmadik, ez a daru. Ezt is szépen így inaktiváljuk, és meg is van a feladat. Leállt a bányászat. Akkor most adjunk neki oda. Mert most jön az, hogy a vízzel fel kell tölteni ezt a területet, hogy átjussunk. És itt 67 ellenfelet sikerült inaktiválni. A Steel Processor, na ez... ez egy elég kemény dolog, tehát... a Steel... vegyük fel ott a életet. Igen. Aztán tényleg nem egy rövid játék, ez most egy második küldetéstél vagy, aztán már egy órája megy a... sztori. Igen. Tehát... ez nem annyira úgy tűnik, hogy hű, milyen azért, csak kevés az ide van, összetettek a feladatok, de ez a jó benne, tehát hogy... és figyelni kell itt, mert jönnek azok a csílék maguktól, amik tudnak sérítani. Ezek beléd rohannak és megsérülsz. Nem is tudtam, hogy több csíle van. Köszönjük, Dávid. Nincs mit. Nincs mit. Zseniális beszólás volt, vagy nem? Zseniális. Na, itt van még egy. Hoppá! Na, úgy tűnik, ez most elment mellettünk. És itt egy százas élet. Na végre! Uah! Idegesített ugyanis már a hangja. Igen, és itt van az egyik piros élet. Helyes. És itt kell felkészülni, mert itt nagy buli lesz. Óriási hepaj. Nézzétek meg, meg se érkeztem már. Már megy a fogadtatás. Nagyon jó fogadó bizottság. Ez igen. Tétitek meg se érkezik az ember, de már már kapja az ívet, meg kapja az áldást. No, az ott nincs, akkor viszont most váltunk a... erre. Nem rohanunk, nem rohanunk, mert... nem. Hát nem fog rohanni, mert most érted, nem fog elfogyni a csirkefarhát így az epizód végéig. Igen, az akkor nem fog elfogyni. Futni. Igen, és ezért kellenek a piros életek, mert tudjátok, hogy itt van kettő. Ezt a kettőt gyorsan likvidálni kell. El kell folyósítani. Nagyon jó. Na, ott van még az az egy. Ez a nagy tank. És hol a kis tank? Az már előbb. Ellettünk. Hol van az így tank? Na, az jó kérdés, látod. Igen, itt van egy újabb piros élet, nagyon jó. Hát és csak egy van a tarsolyban, úgyhogy most azért az szüksége eltetik neked, hogy ne fingjál ki rövid távon. Itt most itt nagyon-nagyon kellenek az ilyenek, mert pláne az, hogy látjátok, hogy kettő is érkezik, két helikopáter. Igen. Jaj, és még itt is itt van egy, de is felejtkeztem. Nagyon jó. És kifogytunk nagyon a lőszerebből, úgyhogy jön a... jön az, hogy keresnünk kell. Ajaj, már megint!
Wap! Nőd már! Bum! Jó, onnan már nem fognak lőni minket. Nem meg a rakéta. Király. Akkor most vegyük fel ezt is, mert... Jaj, de jó, és az egyik helikopter már küldi nekünk az anyagot. És ami még szebb, figyeljétek meg, itt is megint az lesz, hogy kinyitom az ajtót, és sok esetben már itt a... Igen, itt volt egy lézere, lézervágó. És itt nagyon kell figyelni, mert megint itt jön egy. Igen, ez a kölcsönös barátsági megállapodás. Ő is lő, én is lövöm. Varsói szerződés? Igen. Azért varsói megtámadási szerződés. Igen. A varsói spagetti szerződés. Szombat itt egy csomói spagett? Igen, hát nem tudtam időbe felvenni, de nem baj. Nem baj. Trianoni gulyás leves szerződés. Jó, most muszáj voltam ezzel. Trianoni pizza diktátum. Na. Nem lehet többet Magyarország húst a gulyás levesbe. Mi csak szejtánt rakhatunk akkor bele, vagy hogyan kezdtek? Tofu. Tofu. Az, menjél már magadnak a tofuba. Mi a tofu, az jó? Hát jó, az csak nem gulyás levesbe. Igen. Ja. Mert akkor ez nem gulyás leves, hanem ez nem tofu leves. Tofu gulyás. Tofulás. Tofulás leves. Jó. Akkor ezeket is fel. Balázsnak jó, hallotta. Egy leves. Ó, és itt van a molekuláris bombát, felvettük. Nagyon doktor jó. Doktor tojás ember. Doktor én. Hát. Úgyis feltörik, aztán vége van. Doktor tojás ember. Akkor most jön az a pillanat, amikor el kell kezdeni izomból lőni. Itt azt és a... bevágni a fasz. Itt a két... Micsoda, azt kimondta. Ádám, nem mondjál már ilyenek ezt streamben. ennyi fejön. És igen, tehát azt a kettőt kell, tehát amikor kijön, akkor kell adni neki az ívet. Az ideálisot? A kisülési ívet. Inkább a Zsolti sívet. Zsolti sív? Ja, a pálya közepéről kanyarodunk, igen. Ja. Mi nem úgy ki? Tehát itt belelövünk itt a izébe, és amikor... Pálya közepére. Itt pedig kispriccel a sperma Mike-nak a nővérére. Ügyes vagy Mike. Ügyes vagy Mike. Ügyes vagy Mike. Ügyes vagy Mike. Itt van az, amikor... Meg kell nézni... Precíziós dolgokat kell végrehajtani. Precíz beleszorás a vécébe. Nehogy mellé menjen. Ez általában részegen nagyobb feladat. Én meg is volt. Na, sikerült is. Meg nehogy félretöröljél. Az gáz. Igen, tehát mutatja, hogy mehetnénk tovább, viszont mielőtt tovább mennénk, még két helyre visszamegyek, mert a harmadik pályánál ott viszont nagyon kell az, hogy piros életből legyen sok, főleg az indítás miatt. És ha egy se lesz?
Hát akkor az kihívás lesz. De... nem jó. Akkor Balázsnak harangoztak. Szerintem igen, mert mi jól fogunk szórakozni te benne. Nem, én nem te vagyok, hogy felidegesítem magam rajta, akkor se. Na. Hát én meg nem vagyok én, tehát nem lehetek te sem, mert bele sem én sem, mert emélem igen, nem igen. Oké. Mi van? Hát ez olyan logika volt, hogy ez... itt. Ez jó, hogy te nem vagyok én. Ja. Jó, akkor ezt felvesszük. Mert mi vagy te, szilícium? Alf. Egyet adott te, jó ég, milyen is... Akkor beépíthetlek egy alaplapba. Én vagyok Schrödinger kurvája. Micsoda? Beépítlek egy alaplapba, hogyha már szívítem. Nem, ezt a sajátomra mondtam. Hát, de már megint ilyeneket mond. Nem szégyelled magadat? Altári kurva. Ja, aztán csak röhög. Igen. El van magának. Amúgy ez is Parakodik a gépen most, úgyhogy ezt lehet, hogy újraindítom. Processzorát ültetésre van szükség. Lehet. Nem tudom, mi van, ma beakadt a gép. Hát eléggé. Gyorsan felveszem, amit lehetséges. Megkeresem azt a pontot, akkor is meg fogom keresni azt a pontot. Ahol van egy titkos járat, és oda kell lemenni. Megkeresi akkor is azt a pontot. Hát kell az a pontocska, hát nem jó az, hogyha megbukunk. 5.1-es ugye? Mert amúgy már most után lehetne is aktiválni. Jó házi mozi rendszer. És nem, na ez az a... ez az de. Amikor... igen, ezt imádom, tehát amikor így... miért már be? Balázs. Balázs. Igen. Szerinted egy 22-0-ás hátrányba lehet hozni 8 másodperc alatt? Jó kérdés. Gyorsan csátom egy mentést, mert leszették rólam az összes piros életet, úgyhogy innentől kezdve... tényleg keresni kell. Van egy, legalább. De a helikopterek nagyon idegesítőek, mert van egy titkos járat. Nem tudom, hogy humba az a titkos járat, ahol... megkezdődött a műtét. Igen. Műtét? De az nem jó, hogyha például agyműtét kell a gépnek, ami ugye a processzor, mert az agyműtétnél ugye ébren kell lenni, viszont ha bekapcsolva tartod a gépet, mikor megműtöd, akkor olyan árambasszási lehetőséget kapsz, hogy belere meg a faszod. Ez igen. Földeld le magad. Hát akkor hozom az ásót és szorom magamra a földet. Akarom be téged föld a sírás, azt a... hát igen, tehát ez a pálya is alapból nagy. Meg tényleg ez, hogy keresned kell a dolgokat, mert... az egy pont. Meg alapból a munícióban is nagyon ki voltam fogyva. És meg van is valaki. Mert amúgy így ki vagy... ha te totál ki vagy fogyva, akkor hiába megy át a következő pályára. Szívtál! Megszabtad a... igen. Jaj, mert csúnyán beszélek a kurva élet. Ez hogy az merted? Dávid, hogy beszélsz? Mindegy. Jó. Közönség, mit érdemel Nejev a sikeres agyműtét után? Talán a két nagy pofonon kívül. Itt még nem is jártam. Na és akkor itt használom a molekuláris. 10 másodpercig nem hozzuk fel neki, hogy miért dolgozik egy meleg tárban. Az túl
túl sok idő. Annyira nem különleges egy feladat, amit egy ilyen Balázs is meg tud csinálni. Jó van. Mi a processzor műtétet? Igen. Na jó. Amúgy Balázs az nagy probléma, hogy én hűtőpasztának mustárt használtam. Ugyan. Nem. Hát kicsit büdös lesz egy idő után, de szerintem tökéletes. Igen. Akkor inkább izé sajtkrémet kellett volna. Sajtkrémet, igen. Hát a franciák izé megirigyelnek. Egy ketchupot izé véres, vérzik a processzor. Izé... Azt... Szóval Morgan azt írja, hogy izé... Hogy izé szexuális oktatást a minőség megmozdanára. Jóval. Hát... Na és kit kell beperelni Nikola Teslát, vagy mit? Ez jó kérdés, igen, az EON, nem? Csinálunk egy peránszot, mint a Star Wars Barba. Jó van. Akkor ez az oldalt nincs, akkor... Még keressük a muníciót. Az a baj, tehát aknából 30 a maximum. Szóval... Azt sikerült kimaxolnunk. És a kék élet miért nem volt? Mi? A kék élet miért nem volt? Kék lájszvetőr. A türkíz élet számít. Ó, bazd meg. Jó van. Már itt a buta, hogy ne jött. Nem mozogjál már! Jó, oké, megint kapom, fogom lentről az áldást. Na, itt, ó! Oké. Hú. Hát, elég nehezen haladok itt ez a részem most. Ez a rész problémásabb, mint valaha. Itt meg... Dávid. Tessék. Ezeket tetszeni fogok mondani. És azt hiszem, hogy itt lesz. Ott van! Nem tudom, az már az lesz. Igen, 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 ez, ez. Igen, itt van egy titkos járatrendszer. Tehát ezt most vehetjük a Windows kritikájának, hogy egyébként egy olyan programot csináltak, ami... Nem futtat lófassa, vagyis fordítva olyan programokat csináltak, ami nem fut semmi máson, ezért megalkották a Windows-t, vagy hogy van ez? Lehet. Na és már megvan legalább már az egyik, és már van a távirányítású bomba is. Bár nem tudom, a... Ha jól tudom, az MS-DOS-szal kezdődött, nem a... Microsoft pályafutása. Igen, az MS-DOS, persze. Túl mutattál be, hogy az volt az első programuk, a DOS. MacDOS. Azt hittem, hogy voltak kisebb projektjeik előtte. Nem. Oké. Okay. Igen, megvan. Jó. Oké, van egy darab piros életünk van. Ez kezdésnek jó. De fel kell venni mindent még. Jaj ne! Bazd meg, mi ez? Ez úgy néz ki, ez persze olyan amire gondolok, ha igen, hogy kinézett alapján már mi. Ez az? Bazd meg, hát jó van. Az ott benne mind chip. Nem is tudtad. Azt hogy barlangos lehet, testek. Hogy lehetsz ennyire elvakult? Hát nem látod, ami a szemed előtt van. Hát te is egy chip vagy. És akkor most na, csak az lesz a kérdés, hogy ez egyetlen bug, tehát van itt egy bug a második pályán, és hogy kíváncsi vagyok, hogy beaktiválta-e. Mert elég gáz lenne, hogyha
jelöl már ki. Mi az a banánbors? Banán ízű bors. Nagyon örülök neki. És nem aktiválta be. De most akkor a gasztronómia fog előkerülni így a streamekben? Azért annyira nem vagyok oda, bár néha nézzem. Gordon Ramsay-t a YouTube-on és nem a mém videóit. Hát meg kell hagyni, gyorsan szelet elhagymát a csávó. Csak úgy süvít. Biztos, hogy majd kigyullad a kés a kezében. Igen, úgy tűnik, hogy most az egyetlen bug, az most nagyon kijött. De erről is bad, mert csak a szavakhoz jut eszembe a Creme Fresh epizóddal. Jaj, ne az... Ahogy Jamie Oliver ott sír a sarokba, hogy miért nem lehet minden egészséges. Istenem, gondolják. Na vedd már le, hát nem igaz. Nem igaz. Ez az, ez az. Nem baj. Michael Schumacher. Volt egy mentése. Jacques Villeneuve. Na szóval. Menjünk vissza. Kigyulladnak a piros zászlók. Meg ugye szép tiszta a rajt. Ez az sikerült az egyik helikoptert így likvidálni. 20 000 lóerő szabadul el. Amikor lelépnek a pedálra. Idiótája. Ezt hogy tudta így összerakni? Édes Istenem. Hol vagy? Ott vagy. Ez van, amikor a hülye okoskodik. Megint elbújt. Még nézd, nem tudom, hogy a Földi Attila volt tényleg nagyobb keretén, vagy a Mezei. Fűkutya istenem. Az igen. Ó, de jó, van egy ilyen iszi. Oké. Vagyatívül szép. Jó. Nem aktiválja. Akkor a másik, két helikoptert le kell szedni. Úgyhogy nincs életem. Ez jó. Aha. Kihívás. Ja. Pont ő 69 HP-d van. Ja. És 69. És lehet viszont itt be kell nyomnom majd egy mentést, mert a helyzet az, hogy mindjárt 3:30. Kurva, jó van. Elég kevés élete van, de... Ezért miatt... Hát, hogyha Morgan most ilyesmi miatt is letiltaná a Twitch, komolyan mondom így a közvetítésket, akkor megérdemelnék, hogy azért, lehet, hogy mert 69 úristen szexuális tartalom. Hát tényleg, igen. Megérdemlék, hogy rájuk rohadjon a hülye rendszerük, amit kitaláltak. Így van. Akkor nagyon. Jaj, nem vettem fel az izét. Az meg. Igen. Jó, azt felvettem.
Valamint itt erre felé kell lenni egy... ennek. Jó. És... meg kell találni azt a hülye helikoptert. Csinálom gyorsan egy... Jó. Megint elszabadulunk. Ez is Balázs hibája. Igen. És akkor most... Na, én is. Igen, hogy bevallotta. Most lehet, hogy az lesz, hogy meg kell várnom szépen, amíg megjelenik a második helikopter. És hogyha azt is leszettem, és utána se, akkor megint az jön. Majd mindenkit feljelent. Ádámmal kezdjük. Nem én, nem jó. Ez jó. Hasz még. Nagyon tiltakozik, biztos tud valamit. Lehet. Dobjatom inkább vasparókával ez a kanál is, mert nem érdekel. Na. Igen, itt van egy... A másik hely amúgy, aminél szokott még lenni, ahol előfordulhatnak kedves ellenfelek, vagy illetve nem kedvesek, az a... az antenna állomás, és megpróbálok ugye feljutni, de hát ez mindig sikerül. Én nem észre oldalról. Azt próbálom. De nem úgy, hanem visszamész oda. A bejárathoz is onnan oldalra. Aha, úgy. Na már hallom a Red Vált, hogy itt... Red Vásodik. Igen, azt a hülye helikoptert már hallom. Red Vásodik. Egy is igen. Sem vele. Ajjaj. Igen. Az igaz. Érkőben a helikopter folyamatosan csak kering. És most a jelzőket nem mondom, hogy mi kering még. Na de. Hírek is keringenek. Kering, korong, korong. Nem baj, pedig még ezt a pályát még végig akarom vinni. Után váltani a vörös vulkára. Mindenki azt várja, azt követed, hogy mindenki én is. Mire kiverned az én is. Hát ha erre, akkor az elég szomorú lehet. Hát igen, te akarod erre lerni tegnap. Én ugyan nem. Nem is tudom ki akart állantam, én kértem ezt a játékot, meg a vulkát. Na, mint hogy te kérted, igen. Ez egyértelmű, de... Igen, igen, és erre rátoptál. Valljuk be. Na, vannak bevallhatod, de... Na mindegy. Na szóval a másik hely, hogyha van ez a antenna állomás, mond onnan is le... lehet írtani az ellenfeleket. Viszont az antenna állomásról még tudni kell, hogy egy piszakú sok ellenfél van ott. Másrészt nem mindig éri meg velük szórakozni. De tudjátok, mint csinálunk, akkor még egy mentést. És nézzük meg. És tényleg muszáj még egy mentés, mert rengetegen vannak. Pedig már szerintem, hogy majd mentés nélkül fogsz menni. Hát azért sajnos még... azért vannak pályákat, amiket mondhatni lehetetlen mentés nélkül megcsinálni. Vele az utolsót, meg az utolsó előttit.
Na, abban mind a kettőben azért van egy extrém. Az igen, az aknás kilőtte azért a társát. Nagyon jó. Hát már innen. Úgy. Na végre. Igen. És akkor most jön az, hogy még itt ketten vannak. Ennyi bodás. Jó, ez sima ügy. És ott vannak ketten. Ilyen. Meg egy olyan. Illetve még az a, az a nagy dög. Igen, semmi, hogy itt van egy kék élet. Jajjaj, befogtak, akkor azt jelenti, hogy az... Jó, most kapsz. Tudod mit? Na, mi van itt? Oh! Hát ez az piros élet, el is felejtettem már, hogy itt van. Ja, hogy te itt vagy? Oh! Jó, ennyi volt az itt, tehát ennyi volt ez a része. És akkor most lőjük ki itt a irányítást. És ennyi volt a... Elvileg ennyi volt az antennázás. Az antenna Hungáriával kötött szerződésed ennyi volt. Az antenna Hungáriával lévő szerződés, akkor hivatalosan felbontottuk. Ők felmondták, mint a nem fizett ki lótassért. Ja. Akkor te nem vagy menci. Nem vagy menci. Hát nem. Valami ki van írva, mondd, nem tudom mi. Melyik részét is kellett lőni ennek az izének? Első részét, alsó részét. Mindegy, a kerítéseket szíjjel szaggattuk. És igen, innen jöttünk fel. Kerítés szaggató. Ó, és ott egy százas élet. Nem is rossz. Úgy értettem, ott egy házas élet. Há, hogy én is ezt hallottam. Melyiket meg a sérés? Nem van azért, de ez mindenki, szóval ez ilyes pontos. Nem ezt mondtam, de mindegy. Jó, persze tagad le. Na te is mindig letagadod. Na szóval... Mi vagyunk a házas élet tagadók, vagy micsoda? Aha, minden... Van olyan, amit nem lehet, mert van a tagadóság tagadni, vagy olyan nem a tagadást. A fényt. Tagadás tagadók, vagy nem tudom, tehát... Igen. Az a baj, Dávid, hogy szerintem a fényt még lenne olyan hülye, aki tagadna. Akkor én a WC-ket tagadom. És akkor mi az, ami beürítesz? Az csak egy szerintem ő az ürítés. Ez az... Nem fingunk. Ürítés tagadó. Az. Az egy illúzió, szorás egy illúzió. Aha. Na, elvileg most már mind a kettő helikoptert sikerült levadászni, úgyhogy... A Matrix most játéka. Már mindenképpen... Igazából a ürítés csak annyit jelent, hogy a csíp az bontja le a szervezetünket és az jön ki. Aha. Így már értek mindent. Várjál, mert ültették a fasz, ki kell szednem. Sáva. Kitéped magad és elvérzel a nagy szobában. Legalább szép vége lesz. Na jó. Akkor hogyha már szép vég. Na, igen, itt... Ó, köbben megérkezett egy rakrát.
Riley, pick up. 100-as. Nagyon jó. Két piros élet, plusz egy. Na, no, veled most nem akarok foglalkozni, adjál. Látom, másik oldalt még vannak anyagok. Fel lehet venni. Igen. Már felvettem? Nem, tudtam, hogy nem. Középpontozás. Igen, és akkor most már fordulhatunk is meg. Várjunk csak még. Tancessen bele. Oké. Okay. És itt is van. Mennyi van? 150. Hát az nem sok. Pokémonból lehet, hogy az sok, de amúgy nem. Oké. Okay. Tehát ott dobtak még le valamit? Igazából semmit. Itt egy ellenfél van. Ott még egy ellenfél van. Tudsz van. Mondom, tudsz van. Jó, ott meg leesett valami. Leesett a... A poén. Leesett vércukrot. A kamionról. Ilyen kamionról leesett cuccok. Jó. Az ő azt lehet meg 200 forintért értékesíteni. Így van. 13 rakéta. Ó, ez már jó, ez a mennyiség. 13, az sok. Igen, és akkor most már csak el kéne jutni. Nem is voltam még itt se. Na hát. Van mit, te akkor megkapod ezt. Unalmas. Na. Ja, és persze, tudtam. Tudtam, hát. Igen, és itt szerintem lesznek egy rakáson. Nem igazán érdekel most az aktivitásotok már. Milyen bug az, ami... Ez az egyetlen pálya, be tudunk bugolni. Mert az esetek nagy többségében ilyen 25 perc alatt ezt a pályát végig lehet vinni. Nem. Kivéve akkor, hogyha bugol, és akkor meg kell találni... Igen, rohadt zombi. És megtalálni, hogy mégis... Mióta vagy ezen a pályán amúgy? 38 perc. Te meg ott ír. Jesus. Mivel szem? Az, hogy ezt itt le kell engedni, az, hogy jöjjön a... Ezt le kell engedni, viszont az, hogy leengedje az ember, ahhoz ilyenkor meg kell találni, hogy miért nem enged tovább. És ezért mondtam azt, hogy ez a pályán be tud bugolni. Ez az egyetlen pálya, ahol valamikor... Mond. Azt csinálja, hogy mindent kilősz, mindent kiszedsz, nézzük egy összesítést. Igen, vagy... Crossover and pick up the arena. Tehát itt se ének mond semmi különleges, csak az, hogy... Hogy a helipadra kell menni. Ami itt van. És mégsem enged.
Érdekes. Szar ügy. Érdekes, hogy valamikor rögtön enged, tehát hogy... Valamikor rögtön enged, valamikor meg így... bemutatja azt a bizonyos dolgot. Igen. Hát akkor... nézzük meg, mi az, ami hiányzik neki. Nem tudom, hogy fel lehet-e jönni. Vagy ide csak úgy lehet eljutni, hogyha az ember így körbe karikázik. Előfordul, mondjuk, hogy csak körbe karikázással lehet kijutni. Szerintem itt már... ez mi volt? Ez olyan jó volt. Nem tudom én sem. Nem tudom. Jaj, ne, még egy aknász. Ananász. Oké. Ennyi volt. Mi az? Szerintem már ennyi ellenvet soha nem is így sikerült. Még így. Így leszedegetni, és még mindig nem enged tovább. Mi hiányzik? Azért a sarokban ott vannak négyen. Nem kell elvileg mindenkit így leszedegetni. Jaj. Mi van, meg mit kérlek? Nem tudom, hogy van itt objektívek, missionőr. Megnéztem. Meg tudom is, hogy én már végigvittem ezt a játékot. Hát akkor miért nem csinálod? Mert megcsináltam, csak ezt mondtam, hogy van egy ilyen bug. Amikor... de akkor az, hogy nem tud semmit csinálni. Ha valamikor egy idő után tovább enged. Csak nem... na. Oké. Okay. Na jó. Ennyi az idő. Na jó, ezért már tényleg nem kéne... kocakolni. Csak az utolsó ellenfél jön, és elvileg az összeset sikerült eliminálni. Nem, még egy van. Jaj, nem, megint egy aknász. Morgan tanács, hogy kezd újra a pályát, mert hát ha beadja a scriptet. Fogja. Hát ha így nem fog működni, akkor muszáj leszek viszont tényleg egy pályát úgymond tölteni be. Hát ez így nagyon gáz, hogy... Jó
Na, ott van, vagy a WTO úton van. Tehát az összes objektív teljesítve van, csak mégse adja be. És ez csak a második pályán van. Soha többet nem nincs, nem találkoztam ilyen hibával. De itt... Talán 7 esetből. Nem tudom igazából. Na, nézzük is meg akkor, hogy mi a helyzet. Próbáltam utána most is, hogy mi a tosz van most. Újra kezdeni az egész párt, azért az durva lenne, tehát... Vagy akkor lehet, hogy egy dolgot fogok megcsinálni majd, hogy... Betöltetem, átugrok a harmadik pályára, nem tudok mást. Na jó! Ezt viszont már csak a következő alkalommal. Mert jöhet a következő játék. Ajaj. Úgyhogy... Mi a fasz? Pár perc szünet után folyt kö... Egy lófasz játék. Játszik a vöröshajú rókával ez a... őrült. Magában módosította? Úgyhogy mindjárt nem sokára folytatjuk, addig is, addig a pár percet is sziasztok. Hát Balázs módosította.